Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy rövid adalékot szeretnék biztosítani az előző néhány párkapcsolata házassággal kapcsolatos videóhoz, amelyek segíteni fognak megérteni a problémának a nagyságát, mi is az, amivel szembe találja magát az emberek többsége manapság. Nem feltétlenül kötelező megbíznunk azokban az adatokban, amelyeket rendelkezésünkre bocsájtanak, azonban ez egy kiinduló pont lehet mindenki számára, amikor döntést akar hozni, illetve meg akarja ítélni a világot, amelyben él. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Az élesen szűek bizonyára kitalálták már, hogy mi is az, ami a képernyőn látható. Ez worldometer.com weboldal, ez worldometers.info weboldal, ahol is abortuszok számát láthatjuk, az idei évben végrehajtott művi terhesség megszakítások számát világviszonylatban. Ez 31.600.000 nagyjából, az 1950-es, 60-as évek az a periódus, amikor tól megnövekedett az abortuszok száma. És bár az igaz, hogy mind a váratlan teherbeesés, mind az abortuszok száma csökken, mégis azt olvashatjuk ezúttal Guttmacher.org weboldalon, 2015 és 2019 között, Kelet-Európában például 6.370.000 terhességet számláltak éves szinten. Ezek közül 3.300.000 volt az, amelyet nem terveztek, és 2.170.000 abortusszal végződött. Ha valakit érdekel, hogy hogyan vélekedik erről a Biblia, akkor igen, egyszerűen én ezt meg tudom mutatni, ez sem ott, Mózes második könyve 21-es fejezet, 22-es, illetve 23-as vers. A férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt úgy, hogy idő előtt szül, de egyéb veszedelem nem történik, bírságot fizessen az szerint, amint az asszony férje azt rá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik, akkor életért életet adj. Nem is lehetne egyértelműbb, az írások szerint tehát Elohim úgy tekint a magzatra, mint egy emberre, és pontosan úgy jár el, minthogyha egy embert ölne meg valaki. Azért szerettem volna, hogyha mindenki érti ezt, mert így talán fel tudja fogni jobban azt a problémát, amellyel szembenézünk úgy, mint egy kollektíva, egy társadalom, hogyha évente az egész világon 40-45 millió embert megölünk, és ez csak azok az esetek száma, amelyet regisztrálnak ezen a weboldalon, feltehetően az igazság vagy a valóság az ennél sokkal súlyosabb. Ha 45 millió ártatlan embert megölünk világviszonylatban, akkor annak valamilyen következménye kell, hogy legyen, és ez csak egy azon bűnök lajstromában, amelyeket felírhatunk az emberiség rovására. Akár tudatosan, akár tudatlanságában követi el azt valaki. Nekem pedig az az érzésem, hogy a párkapcsolatok összeomlása, a társadalom szétesése, a házasság megszűnése, ezek mind büntetés azért, ahogyan bánunk ezekkel a meg nem született emberekkel. Kell, hogy legyen valamilyen következménye annak. Nem gondolhatja senki, hogy ezt büntetlenül meg tudjuk csinálni. Ekkora mértékben, ilyen méretekben, és annak semmilyen következménye nem lesz. A bűn magával vonza a következményt, és a büntetést. A büntetést elkerülheti bárki majd a végén, a következményeket azonban sokkal nehezebb, és ez az, amit mi szenvedünk. Társadalmunk szétesik, többek között annak köszönhetően, ahogyan viselkedünk azokkal, akik még meg sem születtek. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!